Engedjétek meg, hogy mondjak egy olyan ö, témát is itt a Biológika tévén, ami hát nem igazán ö, elváltozással, nem fizikai elváltozással együtt járó biológiai különprogram, hanem az úgynevezett fogcsikorgatás. Gyakori kérdés volt régebben, hogy miért van az, hogy valaki éjszaka álmában, lefekvés-elalvás után csikorgatja a fogait ez nem más, mint egy rágóizom görcs, egy rágóizom görcsös állapot, és ez azért jelentkezik, mert napközben az illető kattog a konfliktusán, be van feszülve, aztán éjszaka lejön a konfliktusról, ha egyáltalán lejön, sőt, még éjszaka álmában is sínre kerülhet a megoldatlan konfliktusa miatt, egyszerűen arról a témáról álmodik, ami a konfliktusának a tárgya, és akkor álmában is ö, megjelenik ez a rágó izomgörcs, ami egyszerűen fogsi korgatásban nyilvánul meg. Amennyire nagy rejtély volt ez régen, legalábbis az új medicinás biológikás körökben, ö, annyira Banális dolog ez, miután kikutattuk és felfedeztük ezeknek az összefüggéseit. Olyan konfliktusról van szó a fogcsikorgatásnál, hogy nem szabad beszélnem, nem szabad elmondanom, nem szabad kimondanom, hogy mit gondolok, mert ha kimondom, akkor kirúgnak, akkor elutasítanak, akkor kiderül valami, és nem szabad beszélnem nem szabad az igazságot kimondanom, nem szabad megmondanom, hogy mit gondolok, mert akkor elutasítanak, visszautasítanak, kihajítanak, megszakadnak kapcsolataim a családdal, az élettársammal, a barátommal, a barátnőmmel, a munkahelyen. Úgy mondanám már néha, hogy mi a helyzet, de nem tehetem meg. És amikor napközben az illető egy ilyen érzelmi feszültségtől szenved, egy ilyen, ilyen, ilyen érzelmi feszültség van benne, hogy ö, nem mondhatom meg, vissza kell folytanom, vissza kell fognom, nem nyithatom ki a számat, nem mondhatom meg a magamét, nem lehet a őszinte, akkor éjszaka jön a fogcsikorgatás. Ha valaki ezzel a fogcsikorgatás témával, nem keveredik zöldágra, nem szokik rá arra, hogy igazat beszéljen, hogy őszintén beszéljen, nagyon csúnya ágapocs és fog deformációkat lehet ezzel összehozni, össze, létrehozni magunknak. Úgy az egyik ilyen általános tünet, hogy valakinek ilyen le, lekopik egy vonalban a foga. Ó, persze vannak szuper fogászati megoldások, amiket, amikkel ezt, újra lehet építeni, de ha egy egymód van rá, akkor lehetőleg ne jussunk el odáig, hogy valakinek lekopik a foga, Úgyhogy ha ezt a témát sikerül az életünkben rendbetenni, és elérjük azt, hogy ne kelljen titkolózni, ne kelljen visszafolytani uh, a szót, ne kelljen visszatartani azt, amit legszívesebben elmondanék, akkor egyik napról a másikra eltűnik a fogcsikorgatás.